Hogyha nem tudod, hova akarsz eljutni, akkor egyetlen szél sem lesz megfelelő számodra. Ezt mondták a keleti hajósok. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek az életútja az indul valahonnan és tart valahova. Ezen az életúton pedig járni csak úgy lehetséges, hogyha ismered a jelzőtábláknak az üzenetét, jelzőtáblák irányítását, és nem fogsz ütközni ezáltal a sziklafalnak. Ismerjük meg a múltunkat, ismerjük meg a hagyományunkat, ismerjük meg azt a szellemi és lelki közeget, ahová születtünk, és amely programot felvállaltuk, amely küldetést elvállaltuk itt a földi létben. Ugye elsősorban mindenki embernek születik, azután tartozik egy nemzethez, egy közösséghez, mi jelen esetben a magyarhoz, utána pedig az egyéni létnek a kifejtését, a kidomborítását tartjuk fontosnak. Tehát ez a hármasság kell együttműködjön ahhoz, hogy egészségesen tudjunk élni. Egyik is, ha hiányzik ebből a háromból, akkor azt jelenti, hogy valahol félresiklott az életünk, letértünk az életünk útjáról. A nemzeti útmutatás adja meg azt a keretet, amelyben emberségünk, emberségességünk, illetve személyünk ki tud bontakozni. Ez a középső fázis, amely összekapcsol a tág emberiség fogalmával és a szűk, konkrét ego személyiség képével. Tehát a nemzeti útmutató, nemzeti értékrendszerek azok, amelyek segíthetnek ebben a világban a tájékozódásra. És külön hangoztatom, hogy minden nemzet számára létezik ez az értékrendszer útmutató. Minden nemzet a saját fölvállalt feladatainak betöltéséhez, teljesítéséhez szükséges értékrendszerrel rendelkezik. A magyarság, ő a mag népe, a mag ereje, ezáltal a mag minőség létrehozását, fenntartását és működtetését segíti minden olyan néphagyomány, népszokás, magyar nemzeti tudatba kódolt információ, ami a magságot, a magerőt, hát úgymond, támogatja. A Csiki-havasok és a Hargita hegylánca között kialakul szépen egy patkó alak, és középen, miként itt a Duna, ott az Olt folyó halad. Az Olt ugye a második kötetemnek a témája. Most, ha már nyelvnél is tartunk, tájműködtetésnél is, akkor a nevéről egy pár szót szeretnék szólni, hogy mitől lehet egy folyónak Olt a neve. Hát először is, mit Olt az Olt? Tüzet Olt, hogyha nagy az égés a világban, tehát elemi minőségként lehet rátekinteni. Másrészt szomjat Olt, tehát hogyha nekem szomjúhozásom van valamire, akkor az képes oltani a szomjamat. Harmadrészt életet képes oltani, kioltani és beoltani. Általában a kioltásra tesszük a hangsúlyt, holott a beoltásnak kellene nagyobb szerepet játszani, hiszen a kertészek ők beoltják a vadalajt, hogy nemessé váljon. Tehát az oltás minősége, az olt minőség gyakorlatilag az élet nemesítésével foglalkozó dolgokat idéz meg. Ha elemi minőségét nézzük, akkor az olt elem, az olt alom. Tehát oltalom jár azáltal, hogy az égést, az égetést, a pusztítást, úgymond olt, eloltja, kioltja. Tehát oltalmazó energiákat hordozhat. Ugye vizes környezet, Csiki medence, Babba Mária, női minőség. A boldogasszony oltalma alá van rendelve egy olyan medence, ami megint csak női medence, emberi test analógia, Kárpát-medencéről van szó, tehát egy olyan női medence, amely befogadja a magot, a magyarságot, magzattá válik, és ez a magzat majd ebből a medencéből, miként a magból kikerülő csira ki fog az élet oldódni, áradni gyakorlatilag a világban. Tehát a boldog az, hogy minőségek jelennek meg az Olt mentén. Most csak két fontos helyzet. Az Olt forrása búcsújáró ünnepén, augusztus 23-án Szűz Mária világkirálynője ünnepet tartanak. Tehát, hogy a világkirálynője
indítja útjára az oltot, és mondjuk a napra öltözött boldogasszony, mint Csíksomlyói szűzanya, megint csak egy ilyen nagyon magas boldogasszonyi minőséget hordoz, ami megint csak az olthoz kapcsolódik.